Napjaink egyik legnagyobb kihívása a teremtett környezet védelme és a fosszilis tüzelőanyagokról a zöld energiatechnológiákra való átállás. Hangzott el azon a sajtótájékoztatón, melyen a termálvizek újrahasznosítási lehetőségét mutatták be. Egy földtani kutatásokat végző pécsi cég pályázatának köszönhetően már 2017 óta kutatják ezt a területet. A részleteket sajtótájékoztató keretében ismertette a vállalat műszaki igazgatója. Csicsák József elmondta, hogy a projekt célja a költséghatékony, a jelenlegi hazai gyakorlatban alkalmazottnál sokkal fejlettebb technológiák kifejlesztése. Mi magunk, az ipari vállalatok azt reméljük ettől a projekttől, hogy azok a tudományban, technológiai fejlődésében létrejövő gyorsan képződő információk minél előbb beépíthetők legyenek a gyakorlatba. Konzorciumi partnerként vesz részt a programban a Pécsi Tudományegyetem. Kovács János a beszerzett eszközöket is bemutatta a sajtóképviselőinek. Mint mondja, ezekkel a berendezésekkel többek között kőzetfizikai, kőzettani és folyadéktechnológiai vizsgálatokat végeznek. Az adott kőzetek, ahova vizet igyekszünk visszasajtolni, azoknak a kőzeteknek az ásványtani, kémiai adatait tudjuk megadni, vagyis hogy milyen ásványokból áll a kőzet, milyen egyéb más fizikai paraméterei vannak ezeknek a kőzeteknek, illetve mindemellett, hogy milyen olyan kémiai reakciók játszódhatnak le egy visszasajtolt víz és az adott kőzet, ahova visszasajtoljuk, azok között, ezeknek tudjuk mi megadni az adott paramétereit. A technológiák kutatásának köszönhetően a földtani tározókból kinyert termálvizet ugyanabba a vízadóba sajtolják vissza, az tehát újrahasznosíthatóvá válik. Így hatékonyabbá, fenntarthatóbbá és környezetkímélővé válhat a termálvizek kezelése.